Az Újvidéki Művészeti Akadémia jelenleg 3 épületet használ. A fiatal előadó művészeknek, képzőművészeknek és a drámaszakosztály hallgatóinak minden feltétele megvan ahhoz, hogy a képzésüket a számukra megfelelő helyen fejlesszék. Az Akadémia Drámatanszéke az 1974-es megalapítástól kezdve foglalkozik színészképzéssel. A fiataloknak megvan a lehetőségük arra is, hogy ezt a szakot magyar nyelven írják be. Előtte kérdeztem embereket, hogy hogy néz ez ki, és ők meséltek erről, de viszont nagyon sok dologra nem lehet felkészülni, ami az akadémián leli az embert. Először is az amatőr színjátszó vagy az amatőr színjátszó táborok és foglalkozások között az a különbség, hogy itt nagyon nagy és nagyon erős technikai tudást kell elsajátítani, és tanítanak a tanárok, amibe bele tartozik mindenféle mozgás, a beszéd, és az első 2 év nagyjából pont erről szól, a technika elsajátításáról, és azután kezdődik az úgymond magasabb fokú művészet. A színművészeti szak szoros kapcsolatokat ápol a vajdasági magyar színházakkal, és aktív részese a térség színházi mozgalmának. A Tanya Színház jóvoltából már az első éves hallgatók is kipróbálhatják az igazi munkafolyamatot. Az első év talán a legnehezebb és a legkönnyebb valamilyen értelemben, ugyanis nem igazán még a általánosságban elképzelt színészi munka folyik, hanem inkább egy önmagukkal való ismerkedés, a testükkel, a képességeikkel, a határaikat tologatjuk kifelé, bizonyos csatornákat segítünk megnyitni bennük, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy később komoly alkotó művészként tudjanak a színpadokra kiállni. Nem sima végrehajtókat próbálunk nevelni, hanem önálló alkotó embereket, önálló művészeket, akiknek vannak saját gondolataik, saját elképzeléseik, és nem ijednek meg a saját árnyékuktól, amikor már élesben a deszkákra kerülnek. A színészek másodében mind több szöveges gyakorlatot végeznek, de drámaíróként is kipróbálhatják magukat. A 3. év első szemeszterét a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemen töltik el, amellyel az akadémia már évtizedes együttműködést ápol. Itt főként a zenés, énekes és mozgásszínházi képességeiket fejlesztik. Ugye először történt ilyen az egyetem történelmében, hogy újvidékiek is dolgozzanak a másodéves rendezőkkel, és többünknek is volt ilyen szerencséje. Meg ami még új újdonság volt, hogy Molnár Gábor Nóra, ugye aki itt végzett Újvidéken, és most Pesten tanul, mint rendezőkoreográfus, sőt a Tanya Színháznak ő a koreográfusa, vele is dolgoztunk együtt, mégpedig Terék Annának a Halott Nők, a Jelena blokkot dolgoztuk fel. Ami nagyon érdekes volt, maga ez a kollégista élet számomra, én nem szoktam hozzá egyáltalán, és hát egy idegen új nagyváros,
és teli kalanddal, programokkal, ismerkedési lehetőségekkel. És hát nagyon sok ilyen aprócska történetünk van, hogy nem tudom, elaludtunk az éjszakai buszon, fölkeltünk Pest másik végébe, szóval történtek velünk állandóan a dolgok, és hát hál' Istennek nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és hát ezáltal nyilván fejlődtünk is. A Budapesten tapasztaltakat és tanultakat a harmadévesek beleépítették a vizsga előadásukba. Az Abhegyezők című előadást a bemutató után még számos alkalommal játszották a színészek, többek között az Újvidéki Európa Kollégiumban is. A harmadikosok vizsga előadását idén Lénárd Róbert, az Újvidéki Színház művészeti vezetője rendezte az akadémistákkal. Nagyon rövid próba folyamat volt szerintem, de annak ellenére, hogy rövid volt, nagyon gyorsan összehoztuk az előadást, és nagyon intenzív volt az egész. Nem volt lazsálás, ahogy elkezdődött a próba, rögtön próbáltunk minnyáján minél koncentráltabbak lenni, ötleteket hozni, bedobni, és ezt a Lénárd szelektálta. Voltak nagyon jó ötletek is, amik sajnos nem kerültek bele, de voltak olyanok is, amiket mondok, hogy hát inkább ne. De úgy mindannyian jó éreztük magunkat, és ez nagyon fontos, talán ez az egyik legfontosabb, hogy egy próba folyamaton jó érezzük magunkat, mert akkor tud igazán egy jó előadás összeállni. A magyar és szerb nyelvű színészképzés mellett az utóbbi években egyre több szak nyílik meg az audiovizuális média szakosztályon. A hangmérnökök, világítástervezők, vágók, operatőrök, de az animáció és vizuális kép megjelenítők képzése folyamán is nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra. Praktičan rad podrazumeva prvo školske vežbe, akrobatiku, sve to što treba, a onda već u drugom semestru se kreće sa snimanjem filmova. Imaju kratke filmove, pa malo duže, pa kratkometražne igrane filmove, a već za tamo na kraju u četvrtoj godini mogu da urade dugometražne filmove, dugometražne igrane filmove. U svakom slučaju, itekako. Akcenat je na to da oni kad završe ovu školu, mi ih školujemo za direktore fotografije u vrhunskoj produkciji. A képzések gyakorlati jellegét már az első évben megtapasztalhatják a hallgatók, ugyanis a második fél évben csapatokat alkotva kell megvalósítaniuk egy rövid filmet. A technikai szakok hallgatói mellett minden csoportba kerül filmrendező, dramaturg és gyártásvezető is. Dobijemo kostur scenario, u kome dobijemo neku ideju, zamisao i dobijemo neke tehničke instrukcije kojih moramo da se pridržavamo tokom celog filma. Sve ostalo, to jest slobodan kreativni deo, je prepušten nama i mi možemo da tu priču realizujemo na naš način, ili to jest da realizujemo našu ideju onako kako mi smatramo da bi bilo najzanimljivije za to.
Ipak tu smo videli u sklopu ovih filmova i glumce i naravno i muziku pozadinsku. Kako stižete do tih elemenata? Da, pa mi smo odvojeni departmani. Postoji dramski departman i audiovizualni departman i sad mi se trudimo da pomoću ovih filmova ostvarimo tu neku saradnju i uglavnom glavne uloge prepuštamo glumcima, a sporedni ili neke statiste uglavnom nam služe ili naši prijatelji ili kolege sa drugih smerova. Tako da svi su dobrovoljno i nekako samovoljno odlučili da nam svakom pomognu. Mislim da je to jedna vrsta timskog rada koji ovu akademiju čini posebno. Az akadémia képzéseinek célja széles látókorú szakembereket nevelni, akik a saját szakterületük kiváló ismerete mellett elsajátítják a televíziós és filmes gyártás teljes folyamatát. Prva godina svi studenti audiovizualnih medija slušaju sve predmete, tako da i studenti ostalih grupa sa audiovizualnih medija kao što su kamera, animacija i vizualni efekti, produkcija, montaža slušaju isto dizajn svetla kao što i studenti dizajna svetla slušaju sve ostalo. U druge godini tu već krećemo sa dizajnom svetla za otvorenu scenu i zatvorenu scenu, što znači jel, da pozorište, neki projekti koji se dešavaju napolje kao što su koncerti i tako dalje i uče da rade u jednom specijalizovanom programu za dizajn svetla koji se zove VizVig. Tako da to obuhvata drugu godinu. Treću godinu uče samo dizajn svetla za filmsku elektronsku kameru, znači kako se radi svetlo i kako se koristi svetlo u filmskoj i televizijskoj industriji. Da bi na kraju u četvrtoj godini imali umetnost svetlopisa gde radimo neke projekte kao što je ovaj. Ovo su inače studenti četvrte godine koji imaju projekat stop motion animiranog filma da urade. Stop motion je tehnika animacije koja se radi slika po slika, znači lutka se pomjera pomalo i pravi slika po slika. U našem primjeru mi smo uzeli da to budu za jednu stvarno sekundu filma 12 fotografija. U našem slučaju smo radili 17 sekundi 6 sati. Film bi trebao da bude oko 6 minuta. To je mnogo. To je mnogo sati rada. Ideja je ta što smo do četvrte godine svašta nešto učili vezano za svjetlo i profesor je izašao u susret što nam je dao slobodu da biramo što ćemo mi da uradimo u četvrtu godinu. A pošto se radi rasvjeta neka, mi smo kao drugačije i inovativnije, mi smo kako to odlučili da napravimo stop motion, minijaturu, da provamo da spakujemo rasvjetu kako mi doživljamo i da napravimo neki film kao finalni rad naših 4 godine što smo naučili. Kolega s animacije nam je pomogao jer nam prati, sluša svjetlo, bez njega teško bi projekat uspio. I tako smo krenuli u svemu tome i cilj nam je da se s tim projektom do godine, ja ne vjerujem da ćemo ga završiti sada, predstavimo na nekim festivalima i da probamo da kao, kako da reći, probijamo dalje kao umjetnosti, da ljudi vide da mi možemo da stvaramo.
Az Újvidéki Művészeti Akadémián zajló sikeres munka titka az összetartozás. Az egyetem dráma, képzőművészeti és zeneművészeti tanszékét évről évre tehetséges hallgatók népesítik be, akik tanáraik segítségével elérték, hogy a nemzetközi rangsorolások szerint az Újvidéki Egyetem művészetileg Európa második legtermékenyebb egyetemévé váljon.